Mesélj kérlek egy kicsit a közforgalmi pilóta élet kihívásairól és szépségeiről. Ugye a közforgalmi pilótaságot vagy pilóta életet több szegmensre is bonthatnánk, attól függően, hogy mely világrészen, illetve milyen típusú üzemelésben vesz részt. Tehát ugye beszélhetnénk ugye erről a long haulról, beszélhetnénk ugye egy úgynevezett flag carrierről, tehát egy nemzeti légitársaságról, vagy beszélhetünk ugye itt az Európában, legalábbis itt Közép-Európában igen elterjedt low-cost modellről. Ugye én egy low-cost légitársaságnál dolgozom, ennek megfelelően főként ennek az előnyei, hogy mondjam, szépségeit és nehézségeit tudnám az én szemszögemből bemutatni. Ugye nehézségként mindenképpen megemlíthető az, hogy ahhoz, hogy az ember közforgalmi pilóta legyen, ahhoz elég sokat kell tanulni. Kezdődően ugye ezt a középiskolától legalább, hiszen ugye például itt Nyíregyházán viszonylag komoly felvételit kell megugrani a hallgatóknak, ugye ahhoz, hogy felvételt nyerjenek, de ez egy megállás nélküli tanulás, ugye ez az egyetemen is, biztos te is tudnál erről mesélni, hogy mennyit kell tanulni, sokat kell tanulni, és ugye ez a tanulási folyamat, illetve a vizsgázási folyamat, az soha nem ér véget gyakorlatilag, ugye mondják, hogy jó pap holtig tanul, egy picit ugye itt is így van ez, hogy fél évente több vizsgának is alá kell magunkat vetni, ami ugye egyrésztről folyamatosan ugye képben tart minket, másrésztről viszont ugye ezt a vizsgákkal járó stresszt valamilyen szinten ugye ezt tudni kell kezelni. Tehát ez egy mindenképp egy kihívásnak mondanám. A másik talán még egy kihívás, hogy a munka rendel járó kialvatlanság, fáradtság, kiégés, ehhez hasonlatos, meg sok egyéb tényező, ami szintén tulajdonképpen az embernek az életvitelére egy bélyeget nyom tulajdonképpen, amit szintén kezelni kell. Sokfajta módszert lehet erre alkalmazni, de ezeket is kezelni kell. Akkor ott van még egy kihívásként ugye a munkahelynek és a lakhelynek lévő, vagy között lévő távolság, amit szintén valahogy, ha különösen az emberek családja van, azt szintén valahogy le kell küzdeni. Ugye ez mind-mind stresszt, meg ilyen pszichológiai, illetve fiziológiai tényezőket rak az emberre. Ezért is mondjuk azt, vagy ezért is van benne, talán már a közszudatban egyre jobban, hogy elég magas úgynevezett ilyen reziliencia kell a pilótának, hogy ezekhez a dolgokhoz alkalmazkodni tudjon. Hát alapvetően azért nyilván ez egy beállítottság is szükséges, tehát az embernek kell egy elhivatás, hogy ezeknek a sok-sok, hogy mondjam, kihívás ellenére az ember ezt ugye mégis csinálja. Azért az egyik dolog az elhivatottságon, vagy a személyes beállítottságon kívül az, hogy ugye egyrészt szerintem nagyon jó érzés, amikor az ember egy nagy repülőgéppel, egy 70-80 tonnás repülőgépet vezet, ugye irányít konkrétan, a repülést úgymond végrehajtja, tudván azt, hogy több száz utasért felelős, tehát 240 utasért is akár felelős lehet valaki, és gyakorlatilag ő, nem csak ő rajta, nyilván két pilótás gépek vannak főként a társaságoknál, tehát nem csak az egyiken, de két pilótán viszonylag sok embernek a, úgymond nem csak a megelégedettsége, hanem ugye azért az élete is múlik. A másik dolog az, hogy ugye a repülésen kívül, a repülés örömén, tehát a repülés konkrét kivitelezésének az örömén kívül a gyönyörű látványok, ugye, tehát gondolok ez alatt ugye napfelkeltékre, naplementékre, hegyek környékén való repülésre, tengerekre, stb. Ez is egy nagyon szép dolog, amit az ember, talán az embert ez mindig föltölti egy kis plusz dologgal. Nyilván meg kell említeni ezt is, nyilván nem ez legyen a fő motiváló tényező, de egyrészt ez még jó egzisztenciának számít, az emberek azért alapvetően fölnéznek egy pilótára,
illetve a fizetés is elég versenyképes a többi munka típushoz képest. És ugye ennek az életnek, amit az előbb mondtam, hogy vannak hátrányai is, hogy az ember ugye össze-vissza munkarendekben dolgozik, hajnalban kell, vagy éjszaka kell, vagy éjszaka vége, stb. Stb. Ugye ennek vannak olyan lehet előnyei is, hogy az ember mondjuk hétköznap szabad. És akkor nem akkor megy úgymond nyaralni, vagy valahova kikapcsolódni, amikor mindenki más, hanem ugye egy ilyen kisebb terheltségű. De ez nyilván csak egy ilyen mellékhatása az egésznek. Gyakorlatilag ezeket a szépségeket tudnám főként így említeni. Nyilván ezek így nem biztos, hogy annyira átjönnek, de amikor az ember oda megy egy üres gépre, felszáll, bemegy, fölkészíti a repülőgépet a repülésre, bejönnek az utasok, és az ember felszáll, az úgy szerintem kárpótolja azért az embert a sok szükséges belejáróért. És illetve, amit még ugye nem mondtam, hogy megint csak egy előnye annak, amit én hátrányként említettem, hogy távol kell lakni a családtól, illetve külföldi országokban kell általában legalább egy jó pár évig úgymond bázison lenni. Azért annak az mindenképpen előnye, hogy az ember több kultúrát, több szokásrendszert ismer meg, tehát az ember azért szerintem alapvetően egy nagyobb toleranciával, nagyobb, hogy mondjam, átlátással kezeli az életnek a privát területét is emiatt. Köszönöm szépen a beszélgetést! Igazán szépen!